napot kívánunk! Tisztelettel köszöntjük a sajtó megjelent képviselőit a mai sajtótájékoztatón. Két héttel ezelőtt rossz hírt kaptak a térségben élők. A kormány sokat szorra is elhalasztotta az M4-es autópálya Abonyfegyvernek közötti szakaszának folytatását, és saját korábbi ígéretét, saját korábbi kormányhatározatát is felülírva a szakasz építésének folytatását 2017 harmadik negyedévéről 2018 első negyedévére tette át. Azt gondolom, abban nem kell kételkednünk, hogy a választásig majd valamiféle kormányzati média esemény fog történni ezen a szakaszon, aztán majd meglátjuk, hogy épül-e tovább egyáltalán valaha az Abonyfegyvernek közötti szakasz. Ami ennél is szomorúbb, az pedig az, hogy a szakasz befejezését a korábban vállalt 2019 negyedik negyedévről 2020 negyedik negyedévre halasztotta a kormány. Mai sajtótájékoztatónk apropóját az adja, hogy éppen a mai napon van 2017 harmadik negyedévének utolsó munkanapja. Mögöttünk láthatók az Abonyfegyvernek közötti szakasz torzói, munkagépek sehol, és a folytatása ennek az útszakasznak a távoli jövő ködébe vész. Ne feledjük el azt sem, hogy eredetileg 2016. szeptemberére ígérte a kormány, hogy átadja ezt a bizonyos szakaszt, persze még mielőtt Orbán és Simicska összeveszett volna. Ehhez az időponthoz képest, amennyiben a legutóbbi kormányhatározatnak egyáltalán lehet hinni, ez a 29 kilométeres szakasz legalább 4 évet fog késni. A megyei közgyűlés februári ülésén én feltettem egy kérdést az útszakasz folytatásával kapcsolatban az illetékes államtitkárnak. Az államtitkár úr fél év elteltével augusztus végén már válaszolt is erre a kérdésre. De mondhatjuk azt is, hogy nem a kérdésre válaszolt, hanem küldött egy válaszlevelet, hiszen egy megveszekedett sort nem tartalmazott a válasza az Abonyfegyvernek szakasszal kapcsolatban. Aztán rá két hétre persze kiderült, hogy miért is volt ez a mellébeszélés, hiszen két héttel az államtitkári levél után kiderült, hogy a kormány újabb kormányhatározatot fogadott el, és a fentebb említett időpontokra tolta el a szakasz folytatását, majd pedig befejezését. Azt gondolom, hogy a mai napon ennek apropóján érdemes felidézni az elmúlt évek történéseit. 2013 őszén az akkori választási kampány hevében indította el a kormány az építkezést, aztán 2015 tavaszán az Orbán-Simicska párharc következtében leállították azt. Akkor is elmondtuk, most is elmondjuk, képtelenség, hogy a miniszterelnök és egykori jobb keze közötti konfliktus miatt évekig szivatnak egy térséget. Mondhatnánk azt, hogy ilyen nincs, és mégis van. Sajnos Magyarországon van ilyen. Az elmúlt években a kormányzati semmittevést látva az MSZP számos alkalommal felhívta a figyelmet erre a térség számára óriási problémára. Ezen az útszakaszon is, úgy általában a 4-es számú főúton évről évre számtalan halálos baleset történik. Közlekedésbiztonsági okokból is fontos tehát az útszakasz megépítése, de ugyanúgy gazdasági okokból is, hiszen számos befektető térképére rá sem kerülnek azok a térségek egy-egy befektetési döntés előtt, ahova egyáltalán nem vezet autópálya. Az MSZP az elmúlt 2,5 évben a szakasz leállítása óta több tüntetést, autós demonstrációt szervezett, aláírásgyűjtést indított, és mind a parlamentben, mind pedig a helyi és az országos médiában számtalan alkalommal felhívtuk a figyelmet erre a problémára. Sajnos egyelőre süket fülekre találtak a térségünk kétségbeesett segélykiáltásai. A legújabb kormány határozat ugyanis arról tanúskodik, hogy a kormány lemondott térségünkről. A kormány lemondott arról, hogy Jász-Nagykun-Szolnok megye keleti felébe és Hajdú-Bihar megye nyugati felébe normális út vezessen. Lemondott arról, hogy bekapcsolja ezeket a térségeket a gazdasági vérkeringésbe. A Fidesz nem ezt ígérte 2014-ben a választóknak, és a kormány nem ezt vállalta az Abonyfegyvernek szakasszal kapcsolatban erre a kormányzati ciklusra. Éppen ezért innen az M4-es autópálya torzói elől sokat szóra szólítjuk fel a kormányt, és Boldog István parlamenti képviselőt, útügyi biztost, hogy hatásköréből adódóan mindent tegyen meg annak érdekében, hogy a korábbi ígéreteknek megfelelően mielőbb folytatódjon az M4-es Abony-Fegyvernek közötti szakaszának építése, mert ez a térségünk eminens érdeke. Köszönöm szépen, és átadom a szót Bangoni Borbély Ildikó országgyűlési képviselőasszonynak. Köszönöm szépen. Képviselőtársamat kiegészítve kijelenthető, hogy Orbán és kormánya és a fideszes képviselők
most már több éve hazudnak a Szolnok és Hajdú-Bihar megyei embereknek. Az M4-es autópálya leállításakor 2015. április 1-én még azt gondoltuk, hogy ez csak egy rossz vicc, de rá kellett jönnünk, hogy ez nem vicc. Leállították az autópályaépítést, és akkor egy egészen érdekes indokot fogalmaztak meg. Akkor az egyik államtitkár bejelentette, hogy felmerül a kartel gyanúja. Ez 2015 márciusában történt. Az Abony fegyvernek szakasz leállítása azt jelezte a kelet-magyarországi embereknek, hogy Magyarországon a pénz az mindent felülír. A G-nap óta tudjuk, hogy mi nem számítunk Orbán Viktor és kormányának. És azóta csak azt látjuk, hogy 60 milliárd forint itt rohad a magyar földbe. Szó szerint. 2015. júniusában döntött a kormány, hogy az M4-es autópálya nem autópályaként fog megépülni, hanem csökkentett műszaki tartalommal autóútként. Akkor még senki nem tudta, hogy mit jelent ez, most tudjuk, hogy semmit. 2016. novemberében itt Törökszent Miklóson tartottak egy rendezvényt, ahol Boldog István országgyűlési képviselő, fideszes országgyűlési képviselő azt mondta, hogy 2017 második felében elkezdődnek a munkálatok, és 2020-ig be fognak fejeződni. 2017 márciusában kiderült, hogy a gazdasági versenyhivatal lefolytatta a vizsgálatot, és kiderült, hogy nem történt kartelezés, és az Európai Unió soha nem akart EU-s forrás biztosítani ennek a szakasznak a megépítéséhez. Képviselőtársam már beszélt arról, hogy a legújabb adatok szerint is azt hiszem második helyen van az M4-es, vagy a M4-esre beszélek, elszólás, a 4-es főút a balesetek számában Magyarországon. Csak egy júniusi, 2016 júniusi adatot mondanék, súlyos sérültek 502 fő, könnyű sérültek 1114, ez egy júniusi adat, és a személyi sérültek összesen 1630. Az elmúlt éveknek ennyi közlekedési baleset nem történt ezen a szakaszon, folyamatosan nő a baleseteknek a száma. Boldog István képviselőt felszólítom, hogy legalább annyira vehemensen képviselje pártján és frakción belül is azon véleményét, hogy ki kellene állnia a Szolnok és a Hajdú-Bihar megyei emberekért, ezeknek az embereknek az életéért, mint ahogyan egy bizottsági ülésen Szabó Tímea független képviselőtársammal viselkedett. Felszólítom, hogy ilyen vehemesen és ilyen szóhasználattal szálljon szembe saját pártján belül. Üzenném Boldog Istvánnak, hogyha valaki ilyen képviselő, mint ő, nem csak nyalni kell, hanem nyelni is. Úgyhogy én azt gondolom, hogy nem törhetjük tovább, minden eszközzel azon leszünk, hogy továbbja is felhívjuk a figyelmet, hogy nem tehetik ezt meg a kelet-magyarországi emberekkel, mi is ugyanolyan állampolgárok vagyunk, és nem engedjük meg, hogy lemondjanak rólunk. További akciókat fogunk végezni itt a torzó mellett, vagy hát sok helyen csinálhatjuk itt ezen az útszakaszon. Én azt gondolom, hogy nem hagyhatjuk abba, mert ellenzéki képviselőként nekünk az emberek problémáival kell foglalkozni. Köszönöm szépen, és a további akcióról majd fogunk értesítést küldeni. Köszönöm szépen!